a közterületek és a főváros, illetve a, tehát az összes önkormányzat tulajdoni ügyként kezdte kezelni, tehát akkor végül is most a bíróság visszaállította az önkormányzati törvény által előírt eredeti állapotot? Nem egészen értem. Hát a jelenleg hatályos önkormányzati törvény szerintem ilyet nem ír elő. A hatósági kérdésként kell kezelni. Tehát a bíróság törvényt alkotott? Szerkesztőjük. Azért én sem értem, azért kérdezem. Nem megyek be abba az utcába, hogy elkezdjön bíróságot kritizálni. Ezt ön megteheti, arra nem fog rávenni, hogy én tegyem meg. Én egyet tudok, hogy ez eddig a tulajdonosi kompetencia volt, most hatósági kompetencia lett. És elmondtam, hogy ennek mik a elkerülhetetlen következménye az önkormányzatokra, különösen Budapesten, és ott is különösen a fővárosra. Ezt elmondtam, mert ez tényszerű. De ha már ismét szóba hozta a dolgot, akkor azt is elmondom, amin eljátszottam a gondolattal, hogy elmondjam, de aztán mégis meggondoltam magam, de ha annyira szeretnék elmondani, hogy itt van ez a városháza parti. Nem ugyanaz, mint a közterfoglalás. Szeglári doktor engem nekem megvilágította, mi a különbség a kettő között, de logikailag, vagy hogy is mondjam, lényegileg nem jogász szemmel, mert azt nem mindig tudom követni intellektuálisan, de ilyen józan paraszti észszemmel mégis van összefüggés. Mi történt itt a városvászparkban? Szeretnék valamit előre leszúrni. Én aztán per abszolút nem foglalkozom a Momentum nevű szerződéssel. A Gulyás Márton nevű fiatal emberrel meg még annyira se foglalkozom, mint a Momentumban. Tehát én nem róluk beszélek, hanem egy elvőről. Ami ott történt, annak végül is, ha lecsupaszítjuk, és a fiskáliskodástól eltekintünk, mégiscsak az a végeredménye, hogy tulajdonképp előállhat egy helyzet, ahol a tulajdonosnak nincs köze ahhoz, hogy mi történik a tulajdonán. Azért ez nekem tűnjavítás. Különösen egy ilyen ügyben, amikor azt tudottam a budapesti tavaszi fesztivál egyik hagyományos helyszíne. Szóval emögött, az elhatározás mögött bárki is lenne mögöttem, most vagy a tudatlanság van, vagy a provokáció szándéka, de engem ez tényleg nem érdekel. Kétségtelen, hogy mi a tulajdonunkban hagyott területet átadtuk, hogy közterületként lehessen használni. De ezzel a lépéssel és ezzel a jogászi logikával, ami most ott történt, egyet értek el, és én ezt magamra vállalom, hogy ezt a területet vissza fogjuk venni. Elnézést kérek, szóval ilyeneket nem kéne csinálni. Nekem közömbös, hogy a Momentum vagy bárki más hol rendez, nem tudom én mit, amit akar, az ő dolguk. De hogy oda lyukadjunk ki, hogy egyrészt lehetővé váljék, hogy egy tulajdonos nem rendelkezik a tulajdonával. Másrészt egy sokkal nagyobb közösséget megfosztanak attól, hogy a hagyományos helyszínek egyikén megtartható legyen a tavaszi fesztivál. Hát azért már bocsánatot kérek, jelentkezzen az, aki ezt keresni. Ez a választási... Hát igen, mit bánom én, hogy hol örömködik, vagy bánkódik a egy 2-3%-os politikai szerveződés. Higgyem már, hogy engem abszolút nem érdekel. Igen, az SZDSZ-nek volt itt sátran, az a miért. Igen, volna, hát miért, meg... A miért, egymás mellett volt a miért. Na jó, de mondom, hogy engem érdekelnek ezek. Igen, mesélték nekem, hogy 2006-ban mi történt a liberális sátorban. Azon az éjszakán, amikor volt ez a 1%-os különbség, de nem akarok indiszkrét lenni. De nem ez a lényeg. Lehet SZDSZ, lehet MIÉP, lehet Momentum, lehet Fidesz, vagy bárki más. Nem... Zsolt, nem vagy képes elhinni, hogy nem ez érdekel benne? Hát azért ez egy vicc. És akkor levezetik valamilyen... Én kicsit arra emlékeztet engem, hogy leesett a hó körülbelül 3 cm,
még az előző ombudsman idejében, akivel azóta se köszönünk egymásnak, jelenlegi egész más. És akkor azt hallom a televízióban, hogy az ombudsman nyilat közölt, hogy sérült a lelki egészséghez való jót. Nekem a nagyapám, ha leesett a hó, mindig kizavart, hogy milyen egészséges, de nem akarok poénkodni, de hát azért ez, hogy is mondjam, ez valószínűleg csak jogász professzori logikával következtethető ki, hogy 3 cm hó leesése esetén sérül a lelki egészséghez való jó. Szóval ekkora szellemi kapacitásai nem rendelkezem.